Látványos tűzelemek, 150 fős kórus, mesejátékok és virtuóz zenekari előadások kápráztatják el idén a hallgatóságot. Immáron 8. alkalommal tölti meg zenével a várost a Szolnoki Szimfonikusok partitúra program sorozatával. A délelőtti sajtótájékoztatón a város kulturális értékeit, jelentőségét méltatta Szalai Ferenc polgármester. Látni azt, hogy a város kultúrájában hihetetlen erők mozdulnak meg, és amikor a rendezvények, a különféle programok megjelennek a városban, Tiszavirág Fesztiváltól a Szolnoki nyáron keresztül, azt kell mondjam, hogy egyre többen kint vannak az utcákon, tereken, rendezvényeken, programokon, több százan, több ezren esetenként úgy érzik, hogy nekik Szolnok részeként részt kell venni ezeken a programokon. És ezeknek a programoknak, ezeknek a nagyon-nagyon komoly rendezvényeknek egy jelentős része a szimfonikus zenekarhoz kötődik. Szalai Ferenc hozzátette, a Szolnoki Szimfonikusok igen magas minőséget képvisel nemzetközi szinten is. A partitúra összefogó ereje pedig kiemelkedő, ugyanis a város több kulturális résztvevője is közreműködik a koncertek során. Így például fellépnek a Soul Dance táncosai, a MÁV férfi kórus, a Bartók Béla kamarakórus, valamint a Kodály Zoltán gyermek és leánykar. Én egyetlen szóval, ha mottót kellene keresnem ehhez a nyári programhoz, az a lelkesedés. Ahogy a polgármester úr is mondta, ezek a koncertek alkalmasak arra, hogy akár a közönséget a produkcióval, akár a produkció fellépőit egymással ennek a programnak a mentén, amit Maestroval válogattunk össze, mind-mind olyan zene, ami határtalan mélyről és nagyon sok érzelmet hoz ki az emberekből, lelkesítő zenéket fogunk hallani egész nyáron. Az alkalomra különleges kiadvánnyal is készül a zenekar. Az idei évad hangverseny kalauza többek között bemutatja a zenekar működését, a külföldi turnékat, illetve a partitúra fesztivált, melynek első előadását, a Hári János című daljátékot augusztus 3-án hallhatják a Hilt térre látogatók. Itt nagyon rangos partnerünk van, a Nemzeti Énekkar. Ezt a produkciót nem hagyhattuk ki, tehát ha már egyszer létrehozzuk, belemenden az ország egyik komoly zenei fesztiválján, akkor úgy gondoltuk, hogy az a korrekt, ha megpróbáljuk Szolnokon is előadni. Úgyhogy ez lesz az első koncertünk a Hilt téren. Ennek a koncertnek a művészeti vezetője és rendezője Dinyés Dániel, korábban az Operett Színház karmestere volt. A rendezvény sorozat augusztus 29-ig szolgáltatja a programokat.